A Miskolci Akvarell formáció március 25-én délután mutatta be Széljegy című lemezét Miskolcon a Művészetek Házában. A CD-n található összes dal Németh Lajos verseire épül. Szécsi Viktória gyönyörű hangja teljesen elvarázsolta a népes közönséget. A zene és a szöveg bensőséges, olykor vidám, ironikus és nosztalgikus harmóniában jutott el a zenét és a kultúrát szeretőkhöz. A Miskolci Akvarell formáció lemezbemutató koncertjére telt meg a Művészetek Háza nagy terme. Különleges zenei élménnyel lehettek gazdagabbak a program résztvevői, hiszen a művek költői igényűek, komoly, lírai, szellemes, az emberi lét apró mozzanatait, a természet szépségét bemutató költemények. Az ifjú tehetséges művészek ezeket a verseket megzenésített formában adták elő. A dalok sokszínűségére, hangulatára, tartalmára gondolva adta magának a formáció az Akvarell nevet. Szécsi Viktória gyönyörű hangja és Vihula Mihajló gitárjátéka teljesen elvarázsolta a népes közönséget. Misával, a gitárosunkkal már nagyon régóta ismerjük egymást, ő 10 éve költözött Magyarországra, ugyanis ukrán származású, de itt él Magyarországon, és én még gyerek voltam, amikor már közös műsorokban szerepeltünk, még például itt a Miskolci Nemzeti Színházban is, én gyerekszínészként a színpadon, ő pedig lent a zenészárokban gitárművészként, és később jött az ötlet, hogy csináljunk egy közös duót, közös dalokat írjunk, megzenésítettünk verseket, és aztán ez a duó ezt kinőtte magát, és csatlakozott hozzánk egy ütős is, illetve most már ezen a koncerten vendégművészekkel lépünk föl. Ezek a saját dalok különlegesen közel állnak az énekesnőhöz, hiszen a művész visszaemlékszik minden pillanatra, amíg ezeket a zeneszámokat ihlették. Fontosnak tartja az igényes szövegű magyar dalok népszerűsítését is. Meg fognak szólalni a CD-n lévő dalok is, amelyek ugye egy költőnek a verseire épülnek, Németh Lajos költeményeire, illetve a többi dalunk is megszólal, lesz egy dalpremierünk is ezen a koncerten, és fellépünk egy vonós négyessel, a Mizrab Jazz együttessel, illetve gitárművész, énekes, színész is lesz a színpadon. Amikor még jó volt Isten, nem tudtunk, milyen jó. S most gondolat van volt emlékezni, két tagja, Viktória és Misa 5 évvel ezelőtt egy fellépés után döntött úgy, hogy alakítanak egy formációt, ahol nekik tetsző verseket zenésítenek meg, amelyek közelebb hozzák ezt a különleges és persze egyedi műfajt a közönséghez. Én alapítottam Vikivel ezt az egész, tehát úgy csatlakoztam Vikihez, hogy ahogy Viki is hozzám, mert volt nekünk 2011-ben az első közös koncertünk, illetve nem a közös koncert, hanem egy koncertet, egy színpadon együtt szerepeltünk, és az a koncert után megbeszéltünk, hogy jó lenne közösen is megcsinálni egy műsor, és azóta már működünk is együtt, úgy csatlakoztunk egymáshoz, így alapítottunk a duónkat, de 3 évvel ezelőtt, igen, most ugye matekban mindig 4-es voltam, 3 évvel ezelőtt hozzánk csatlakozott Paré Roland, ami ütő hangszereken játszik, és így hárman Akvarell formációt véglegesítettünk, és azért vagyunk formáció, mert sokszor velünk valaki vendégzenész szerepel. Misa szerint szükség van az új stílust és az egyedi hangzásvilágot bemutató együttesre. Ők azért alapították meg ezt a formációt, hogy népszerűsítsék a megzenésített verseket a fiatalok körében. Tehát kultúrára mindig szükség van. Tehát kultúra azért van, hogy az élet, az emberi élet gazdagabb legyen. Tele élményekkel. Itt az Akvarellnek a fő lényege, vagy fő ötlete az, hogy mi a verseket, a mai kortárs verseket zenével átfogalmazunk. A CD-n található összes dal Németh Lajos verseire épül, aki a költészettel már gyermekkorában közelebbi kapcsolatba került, élmények megszerzésével és klasszikus művek olvasásával. Ami most itt a Széljegy című CD-hez kapcsolódik, azok a Sárkány repülés, Sejjen fonálom című
kötetemből összeszedett, összegyűjtött versekre épülő tulajdonképpen szövegek, és amikor az elsőt, az egyiket, épp a Széljegy címűt megzenésítette Misa, és elénekelték Vikivel együtt, akkor megkérdezték, hogy tetszett-e. Mondtam, hogy tetszett. És milyen volt, kérdezték, hát mondom, teljesen más, mint ahogy én ezt elképzeltem. Mit gondoltál, kérdezték, hát én Arany Jánossal, ha már Arany János év van, válaszoltam, hogy hát gondolta a fene, hogy ez van benne, amit ti ebből alkottatok, és hát a hozzáadott érték úgy gondolom nagyobb, mint az eredeti szerény kis szöveg. Az 5 éve együtt zenélő, alkalmanként más művészekkel is kiegészülő együttes hitvallása az, hogy az úgynevezett akvarell sanzon stílusú dalokkal egyfajta sajátos, új élményt nyújtsanak mindenkinek, de leginkább azoknak, akik az üde dallamok mellett fogékonyak a szöveg mondani valójára is.